az előző részek tartalmából. A cigánybáró. Nem van meg cigány. Cigánybáró, cigánybáró. Bejelentkezünk. Bejelentkezünk a vlogba. Mini napszemekben vagyok az összesben, mert úttálom, olyan vagyok, mint kész. Már megy a jelentkezés? Már megy a bejelentkezés. Csabika, gyere! Hé, hey, hallod! Mi lesz most? Megyünk gokártozni. Gokártozunk. Nyomok az a rossz, még a rossz büdös szar mangókerékkel is levelek titeket. És amúgy majd szétosztod a izét, a pénzt, amit kapsz a videóért. Aha, mind forintot azt nem fog kapni. Forint, egy forint ott nem szóval fog. Lehet, nem is fog felkerülni. Na, az úgy jobb. De fel fog, megcsinálom. De a büdös, hallod, a rossz, rozog a mankókerekkel is levelek titeket. Jó. Jó. Olyan csíkat fog húzni. Nagyon, nagyon jó lesz. Nem kapar el a mankókerék. Csabika megszervezte. Nem kapar el a mankókerék. Annyira gyönyörű ebbe a felhők már megint. A izébe. Teveszem a szem... Gyönyörűek egyébként a felhők. A napszemüveg várja. Nem áll. Mert ugye... Várjál. Mindenkinek mindennye? Vagy csak ilyen az lesz a... Bazd meg, ez technika. Most már igen. Úgy tudják, hogy ND filte másképp meg. Az a bofát, mert nem ért a széjjel vak, és ma szállat, te kurva! Vagy lesznek ilyen lassított felvételek az izén. Go karton, de te nem fogsz játszani akkor? Hát, de. Menet közben. Menet közben. Had no need to fight tonight. Na, milyen volt a friss élmény a... Hát bokátnak. Megmondom nektek, meg ez a rossz mankókerékkel is úgy elkapartam. nem élettem a pulyáról, hölgy élette pulyáról, valljuk be. Nagyon jó volt így menni. Ha persze, hát neki egyszerű, hogy jogosítványa van. Csabi, milyen volt ez az élmény? Kurva jó volt. Csak én voltam mindig az utolsó. Lehet a súlyom miatt, ki tudja. De jobb arra fogni, tisztelet a hölgyeknek. Hát most tudom azért, de ennyi, amikor ennyi az egész kiló. Sokat számít. Az ennyinek, az meg hát nem tudok számít. Annyira gyorsulni, mint mondjuk ti vagy Szabó. Hát, én nekem ugyanannyi vagyok, mint te. Szóval... Szabó, milyen volt ez az élmény? Hogy nem izzadtál le? Hogy nem izzadtál le? Csorog a víz. Ott a kis rác előttünk volt. Megkérdezzük, hölgy is. Fasza volt? Nem csodálom, amikor. Hölgy mindig jó volt. Jó volt. Nem mond többet, nem mond kevesebbet. Mint amit kell. Én is elmondom. Új, a káromat baznék. Az bő alkalból. Én is felfordultam. Egész teste. Szóval, én is elmondom, hogy milyen volt, szerintem egy kibaszott nagy élmény, mindjárt felveszek valami kisgyereket. Hogy legyenek vágókép. Én neki bukkan valami falnak. Én neki bukkantam, hogy háromszor, véletlen. Szabó egyszer, Csabika is egyszer. Kétszer-háromszor a gumifalat meg kellett súrolni. Én is megkúsúroltam. Súroltam, de nem kellett még megállni. Ki kell lefele a sarkokat. De... Súroltam, de megállni nem kellett. A rossz mankókerék. A rossz mankókerékkel is úgy elkapartam. Bármelyikötökkel, csak szólok videóba. Bármelyikötökkel. Egy per egyben. Kimegyek. Ott vége a kanyarok, onnan végig. Nyomtad? Hú. Most megyünk vissza a szállóra. Aztán... Nézzünk, perkálunk Csabikának. Azok az emberek csak perkálik el. Hát ugye? Rá kell néz a kalap, az mindent elmond. Szóval visszamegyünk a szállásra, perkálunk Csabikának, mert ezt kifizette nekünk. Így egyszerűbb ugye. Aztán megyünk. Nézzünk egy vonatot, igen, az az első. Utána elmegyünk. Hova megyünk, Csaba? Gárdonyba elmegyünk, ott biciklizzük a Velencei tavat. Körbe nyomjuk, bazd meg, egy nap alatt? Egy este alatt. Körbe nyomjuk a Velencei tavat biciklivel. Most, hogy így volt egy kis gokárt, ez így rátett. Nem ott maradt, nem. Azt humor volt. A humor volt. Szóval ez lesz. Ott kajálunk egyet, visszajövünk, azt csókolom. Festök magot elé, ő meg csillagot talál. A héja vagyok én. A
tervünk az az volt, hogy naplementekor és az éjszaka leple alatt körbe biciklizzük a Velencei tavat. Az első megállóhelyünk Gárdony volt, mert itt vettük fel a bicikliket. Na, itt vagyunk a Velencei tavon, nem tudom mennyire látszik. Aztán itt van Csaba barátom, aki neki van égve most egy kicsit feljebb veszett fényerőt. Az a tervünk, hogy végig anyád körbe biciklizzük a Velencei tavat. Úgy megyünk, hogy a déli parton, aztán a keleti, aztán éjszakon. De nem fordulunk vissza, hanem Székesfehér. Ahol van a szállásunk, megszállunk. Holnap meg befejezzük a másik negyedét. Tényleg? Ja, hát arra jövünk. Arra jövünk vissza, persze. Tökéletes lesz. Nem egybe toljuk le, hanem egybe annyi, hogy a szállásra megyünk. Ennyi. Megcsináltuk volna napközben is, de... Még nincs kikapcsolva. Nagyon gyönyörű, hogy pont elkaptuk a naplementét. Szépek a felhők is. És nagyon romantikus. Szabó, van valami gondolatod, terved a mai túrával kapcsolatban? Nekem semmi. Egy kibaszott gondolatod? Várod? Nem, hogy jó lesz. Este már ez kurva jó lesz. Én akarom, hogy nem akarom. Kurva jó. Hát az este, tudod, milyen hangod is biciklizni? Szerintem is az lesz. Ne lenne genya a torkom. Nem, hogy nincsen, csak most valami. Fennakadt. Most levacsaláztunk, és én olyan... Mondd el a sztorit, de vidd magadra a kamerát. Elmondtam a sztorit. Szóval... Jaj, az volt a sztori, hogy kikértem... Elég kínos. Kikértem a kajámat. Aztán nem kértem köretet, mert leblokkolt az agyam. Valamit azt hittem a köret a savanyúság. Szóval nem kaptam hozzá sült krumplit. Csabi vett nekem sült krumplit, szóval Isten áldja meg megint. Mint úgy általában. De az olyan, hogy 10 forint... De. Nekem, elvettem a köreté. Erővel, erőszakkal elvettem a köreté. És... ja igen, a lényeg kimaradt. 2210 forint volt az egész, amit fizettem, meg kértem egy Sopronit, egy korsóval. És 20 forintot adtam, nagy lelkűen, és azt mondtam a kiscsinak, hogy egészségedre. Én azt mondtam, hogy egészségedre. Mert ott volt a kaja, meg leblokkoltam. Na mi, az már mindegy, hogy miért. Az, hogy... Én is azt mondom. Na mindegy. Szép kék szeme volt a eladó csajnak. Mi? Szőke haja. Hát nem tudom, azt mondtad. Szőke haj, kék szem. Aha, azt és leblokkoltam. És azt mondtam a 10 forintos jaktra, hogy... Nem jakt, jatt. Jatra, hogy... Egészségedre. Annyit mondod, hogy köszönöm, szóval... És nem köptek be a kajámba, nem vettem észre, hogy beleköptek a kajámba. És én kaptam meg utoljára, de nagyon finom volt egyébként. És én fémevő eszközeket kaptam, nem úgy, mint a többiek. A 10 forint ára. Ennyi a sztori. Festök magot elé, ő meg csillagot talál. A héja vagyok én. Megálltunk. Penny-nél. Porsche szerelem. Mobil felvételek. Vesznek őt a biciklizésnél, mert nem egyszerűen képtelenség elővenni a kamerát. Azok elejtem, nem, nincs az a pénz. Aztán na, veszünk vízet. Bementük ivadékért. Ennyi. Hát úgy elfelejtettem mondani, hogy elhagytunk már a települést, szóval minden jó, minden szép. És menjünk tovább. Tovább. Megmondta 1500 forint. Ott jönnek a jó vízzel. 1500 forint lesz előtte kipelgetett. 20 vagy 50 ezeret. Kúrva. Lesz még, ha vettünk 6, ezért kicsit. Jó van. Szevasz, bocak. Az még bent volt. Borsó, pálinká. Mit vettél? Energia szelet, köszönöm. Ah, valamiért. Én vettem, ha ne adj Isten, rumugrózat kéne. Fogadj Isten. Nálam nem. Nem, én nem eszem meg. Segtapasz. Nem igazából azért adtam oda, hogy most ide. Nem kérem még, megmondom őszintén. Én akkor zenyét. Akkor törketté. Várjál, kiveszem, van még benne egy. Én nem akarok egy egészet. Én se, nem akarok. Nem ketté ide. Persze. Milyen amúgy? Csak jön, nézd. Én szeretem. Ja. Szó. Nem csartam.
Eljön nyugodtan. Eljön nyugodt. Már a déli parton eldöntöttük, hogy megnézzük azt a világító valamit az északi part dombjain. Mint később kiderült ez, amit néztünk, nem más, mint a Bencehegyi kilátó, melynek elérése eleinte egy nagy szenvedésnek tűnt, biciklivel és a nagy pakkal a hátunkon nem mellesleg én vittem a kamerás logokat is. Hol vagyunk? Hegyen. Egy hegyen. Egy hegyen dombon vagyunk. A Velencei tó, ez mindegy. Van egy ilyen szép kivilágított... Bencés kilátóhoz megyünk fel. Ki van világítva és jól néz ki. Felmegyünk és kinézünk a tetején. Aztán ennyi van. Itt a banda. Viszont az esti látvány és a városi fények visszatükröződése a tóban mindent kárpótolt. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Az északi parton gyakran a sötét, kivilágítatlan főutakon bicikliztünk, és nem mellesleg elfogyott a vízünk is, de jött a megváltás. Az történt, hogy megálltunk. Negyed, 12. Semmi nem látszik. Semmi nem látszik. De minket. De nem látszik. Mi fogunk látszózni csak? A puszta közepén. Jön a víz. Feltetek kulacsainkat. Jöttünk vizelni. Remélem olyan, hogy megfoshat. Kossodnak? Víz? Tiszta. Fassa. Majd nyomod, én megtartom. Várjál, nyomod. Nem tudom, kinek megy, de itt. Ez a lobba. Megálltunk piknikezni. Ja, még? Egyszer? Jön a következő. Átadom. Na milyen szépen. De csak oroszat van. Nem jön addig. Tehát a Powerade-be is. Amúgy a Powerade-be is kéne. Mit tudok? Ennyi víz már elég lesz. Majd tepik. Jó, neki van egy kis Powerade. Igen. Ez, hogy halálfélelmem van egy-két belefelemeneknél. De amúgy nagyon hangulatos, komolyan. Innen már csak ezzel végigmegyünk pánkozban, lesz egy egyenes. Akkor még lesz egy emelkedő. Kész vizet? Nem kell köszönni. És utána a budai úton már lefele a vasútállomás, majdnem a vasútállomás, így lefele megy az egész. Nagyon fasza. Az van még, hogy ugye este közepén vagyunk. Ja. Kamerába se, meg most a villany alatt nem. Végig lehet látni a... A busz elment, szóval végig lehet látni a zeget, meg minden, de hát nem azt nézzük, basszátok meg, mert... Néha de félelmetes egyébként, szóval, hogy imádkozunk Nyugat-Magyarországért, hogy jó az út, és nincsen akkora kátyú, mint Csabikának a feje. Van egy-kettő, de igen, és nem akkora, nem 5 centi mély. Amivel elesel, azt eddig nem volt, ne is legyen. Aztán annyi van, hogy mindenki kőműves, meg közmunkás, meg minden, de nem jutott. Én így jöttem. Nem kell megmutatni ezt. Utasd meg a náltető készítést. Nem mutatom meg. És akkor az van, hogy... 23-44. Hazaérünk egyre. AB. És még utána lehet fürödni. Csirkécsi? Háttérbe. Esőrész folyt ki. Csatornából éppen folyt. Jó, a telefonnal veszem, basszátok meg, szar. Ez van. Jó az. Ennyi van. Úton vagyunk, Pákoznál álltunk meg. Mert a számba ez kiesett, ennek a részének a másik része ez kiesett, és a számba húztam nagyon sokáig. Nem tudtunk volna megállni. Kis kitérét teszünk. Az a baj, az sincs kivilágítva. Megigazítottam a nadrágát. Na, utazunk. Most nem lehet. Utazunk tovább. Megyünk tovább, még szerintem lesz... Szenvedés, meg vicces. Még egy erős fél óra. Ja. Azt a simágyarok. Mehetünk. Itt egy kicsit. Amúgy kellett volna még két ember, azt a hét vezér. Pálkozó, nem nézzük meg azt a kecén egy szabrot, ha már itt vagyunk. Nincsen kivilágítva. Ja. Holnap ugyanerre jövünk. Akart meg. Jó. Annyi, hogy Pálkozó elején kéne lekanyarodni, akkor bekanyarodunk azt ide. Oké, de megnézzük. Ráérünk ott, úgy reggel jövünk. Na jó van, folytassuk a túrát. Nem láncol a holnap ma magához. Ugyan? Egy
egy órája kutasztunk, szóval egy óra volt ide érni. Igen. És a másik dolog az... Jó, büdös van még minden. Büdös van meg minden. Megálltunk, mert begörcsött a combom. Le kell futni és magnézium. El kell futni Csabinak gyorsan, Csabinál van magnézium. Magne B6 250 mg, ezt elmondom azért, hogy tudj okosodjanak az emberek, hogy van egy csapattársunk, vagy csapattársunk, aki... ezt annyi, hogy gyógyszerész. Csak és ő mondta, hogy el kell rágni. És sokkal hamarabb felszívódik, és igaza van, mert most is megettem, mindenki combom beállt, mint a görény, megettem, elrágtam, és már nincs semmi bajom, meg nincs. Jó, nem azt mondom, semmi bajom nincs, de sokkal jobb, sokkal jobb. Szerintem még tényleg most már kb. Egy fél óra, maximum fél óra, és... Maximum fél óra, és ott vagyunk. És helyben vagyunk. Kurva büdös van. Büdös van, mindenki vegye magnéziumot. Ne görcsenek az izmok. Aztán csíváz. Egy kis pörgető, egy kis izé, hard blood, egy kis ez, egy kis az, ti is rágjátok. Ne, nagyon szar íze lesz, de rágjátok el, többet, jobb a hatása. Sokkal. Ennyi. Az utolsó szakasz már csak majdnem a gurulásról szólt, és vissza is érkeztünk a kiinduló pontunkra, Székesfehérvárra. Legyen egy olyan értetek, amire emlékezni fogtok.